Augusztus 20-a, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. 700 éves nyírbogát. A jubileum alkalmából a településen emléktáblát avattak, valamint a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál résztvevői is koncertet adtak. Új kenyérfesztivál, Nyírpazonyban ünnepi műsorral és utcabállal ünnepeltek. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-ai szentélyavatása óta kiemelt szerepet játszik Szent István emlékezete. Szent István király napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. Az emléknapot szinte mindig megtartották a történelem során, de koronként eltérően értelmezték és ünnepelték. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünneppé. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emelték oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szenti avatásával volt egyenértékű. Az ünnep végig a magyarság legfőbb ünnepe volt a történelem során, melyről minden korszakban megemlékeztek valamilyen módon. Ez az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező ünnepe Magyarországnak, a Magyar Királyságnak, az egykori Magyar Királyságnak, amelyet összehoztak az új kenyér ünnepével. Hogyha valaki azonban az aratást, illetve az első megsütött kenyeret és a közötte való intervallumot veszi figyelembe, akkor gondolhatja, hogy új kenyeret korábban sütöttek, mint augusztus 20-a, mert szüksége volt erre a termelő parasztságnak, jobbágyságnak, a nemességnek is, hogy az új kenyér korábban megsüljön, viszont mindig megszentelték az új kenyeret, és összehozták ezt a nagyon szép egyházi, majd később ugye állami, államalapítási ünnepet az új kenyérrel, az új élettel szimbolizálva, azt gondolom, az összmagyarságot, a magyar nemzetet, illetve a magyar nemzetnek az erejét. Úrik Attila azt is elmondta, az, hogy első Istvánt halála után néhány évtizeddel szentté avatták, valamint, hogy egy közép-európai király Európa szerte nagy tiszteletnek örvendett, azt is jelenti, hogy életében valóban meghatározó dolgokat alkotott. A magyarság számára pedig a jövőt teremtette meg azzal, hogy a magyar népet az egykori törzsszövetségből átterelte a zsidó-keresztény kultúrkörön nyugvó Európába. Amely lépés azt eredményezte, hogy ugye kicsi hazánk és nemzetünk mind a mai napig fennmaradt és tartja egyen erősen pozícióját itt Közép-Európának a szívében, ez neki köszönhető egyértelműen. Neki köszönhető, nyilván az utódoknak is, de ha ez a lépés nincs meg, akkor bárki elhiheti, hogy a magyar nyelv és a magyar nemzet már nem létezik. Így pedig, ha már kicsit szétdarabolva is, de él nemzete hazán, meg a környéken is, az a jelentős, én azt gondolom, hogy több mint, vagy hát már majdnem 1000 éve, mondjuk 38-ban lesz 1000 éve, de 2038-ban lesz 1000 éve, hogy ezt mi ünnepeljük, és azért ez elég hosszú idő, ez túlmutat nagyon sok mindenen, túlmutat nemzeteken, túlmutat nyelveken, túlmutat nagyon-nagyon sok generáción, de még mi mindig itt vagyunk, ezt mindig ünnepeljük, ez mindig, és azt gondolom, hogy már a magyar államiságnak lesz a jelképe ez az ünnep. Az augusztus 20-ai ünnep fontosságát az is jelzi, hogy a rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította. Fennállásának 700 éves évfordulóját ünnepelte pénteken Nyírbogát. A jubileum alkalmából a településen emléktáblát avattak, de ezen a napon tartották az ökumenikus istentisztelet keretében a Szent István napi ünnepséget is, valamint a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál résztvevői is koncertet adtak. Nyírbogáton a védőnői szolgálat épülete is megújult, az intézményt is pénteken áldották meg és adták át. Emléktábla avatással ünnepelték Nyírbogáton a település alapításának 700 éves évfordulóját. Nyírbogát neve személynévi eredetű,
Nevét az Árpád-korban élt bogát vezérről kapta, a nyírelőtag pedig a tájegységre utal. A település és környéke már a kőkorszakban is lakott hely volt, nevét pedig a 14. században említik először az oklevelek egy idevaló nemes neveként. Azt kell, hogy mondjam, a térségben több ilyen település van, hála Istennek, akik ezekben az években ünneplik ezt az évfordulót, mert hogy államalapítástól kezdve a nyírség az igen sűrűn lakott település volt. 1310-18 körül említették először a településünket, Bogátot, és hát az azóta eltelt évszázadokban az itt élők jeleskedtek a kultúra megtartása és a hazavédelme érdekében. Az emléktábla avatás mellett Nyírbogáton átadták a megújult védőnői szolgálat épületét is, melyben új fűtési és napelemes rendszert építettek ki, valamint belül is korszerűsítették az épületet. Az 56 millió forintos beruházás egy több települést érintő fejlesztési program keretében valósult meg. A térségben 100 fejlesztés folyik, több mint 100 fejlesztés folyik a területfejlesztési operatív program jóvoltából, és ennek kapcsán átadtuk néhány hónappal ezelőtt Penészleken és Pócspetriben az orvosi és védőnői szolgálat rendelőjét. Eközben épül Vállajon, Mérken és Piricsén is az egészségház, illetve megújul, és ebbe illeszkedik bele a nyírbogáti védőnői szolgálat felújítása. Az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódva Nyírbogáton ökumenikus istentiszteletet is tartottak, ami után a Kantemusz Nemzetközi Kórus Fesztivál résztvevői közül a Kantemusz fiúkara, valamint egy kispesti és egy japán kórus adott koncertet. Nyírpazonyban ünnepi műsorokkal és az Új Kenyér Fesztivállal köszöntötték augusztus 20-át. A megemlékezést és az ünnepi kenyérszentelést szórakoztató programok követték, amelyeket koncerttel, utcabállal, majd tűzijátékkal zártak a nagyközségben. Békésen, alázatosan, szeliden, tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik. Ünnepi műsorral, hivatalos köszöntőkkel és ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Nyírpazonyi Új Kenyér Fesztivál augusztus 20-án. Az Új Kenyér, Szent István király, valamint az államalapítás évfordulóját már mintegy 8 éve fesztiváli hangulatban ünnepli meg a nagyközség. A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos fellépő szórakoztatta a közönséget, így kortól függetlenül mindenki jól érezhette magát az egész napos rendezvényen. Nyírpazonyban az augusztus 20-ai ünnepségünk mindig kiemelt ünnepnek számított, amikor a településsel együtt és közösen szerettünk volna ünnepelni. Fesztivál jellege 2011 óta van a rendezvényünknek, immár 8. éve. A fesztivál létrehozásával az volt a célunk, hogy még jobban erősítsük azt, hogy egész nap tudunk kínálni különböző színes programokat, egészen az apróságoktól, a gyermekektől kezdve az idősebb korosztály számára. És a másik nagyon fontos dolog pedig az volt, hogy zenei repertoárban minél több műfaj meg tudjon szólalni. 2011 óta az az időszak például, amikor este egy élő koncerttel zárul a rendezvényünk. Az ünnepi műsor végén megszentelték az új kenyeret, majd a polgármester meg is szelte azt. Ezután a darabjait szétosztották a közönség között, miközben a színpadon átadták a Tiszta udvar, Rendes ház elismerő díjakat, valamint díszoklevéllel köszöntötték a Nyírpazonyi Nőklub elnökét. Nagyon fontos részének tartjuk az ünnepségünknek az ökumenikus istentiszteletet, az új kenyér szenteléssel, és immár hagyomány több éve, hogy azokat az embereket is köszöntjük, és Nyírpazony azon polgárait is köszöntjük, akik nagyon sokat tettek az elmúlt években vagy évtizedekben a település fejlesztéséért.
és így kerülnek sor díszlokleveleknek, így került sor díszlokleveleknek az átadására. Ebben az évben Ungvári Sándorné, a Nyírpazonyi Nőklub elnöke kapta ezt az elismerő kitüntetést. A fesztivál első fellépője a Nyírpazony testvértelepüléséről érkezett Nagygéresi asszonykórus volt. Az este folyamán pedig számos további koncert, szórakoztató műsor, majd tűzijáték és utcabál várta az érdeklődőket a nagyközségből, valamint a környező településekről egyaránt. A mobiltelefonok és a laptopok okozzák a legtöbb stresszt. A felgyorsult hétköznapok miatt, ha ezek az eszközök nem elég gyorsak és pontosak, az ember ingerülté, feszülté válik. A szakemberek szerint azonban van megoldás a problémára. Egy telefonnál fő szempont mindenképpen, hány gigabájt RAM van benne, ez egyértelműen meghatározza a telefonok sebességét. A RAM, vagyis a tetszőleges hozzáférésű memória mellett a processzor sebessége, azaz a gigahertz mutatószáma is fontos egy telefon gyorsasága szempontjából. Ahogy az sem elhanyagolható, hogy egy eszközön futtathatóak-e a kívánt programok és alkalmazások. A gyorsan fejlődő technika területén ez sokszor problémát okoz. A régebbi készülékeknek ugye teljesen más a platformja, teljesen más operációs rendszer fut rajtuk, és az új a felhasználáshoz, az új alkalmazásokhoz pedig ugyebár egy újabb szoftverre van szükség, egy frissebb szoftverre, és nem minden esetben lehet frissíteni a készülékeken, hanem valamikor ez egy új készülék vásárlása volt ott csak meg. Ha a meglévő készülék nem elég gyors, vagy gyakran belassul, esetleg nem fut rajta a kívánt program, könnyen ingerülté válik az eszköz tulajdonosa. A telefonok és laptopok szinte éjjel-nappal a kezünkben vannak, részesei a hétköznapoknak és a munkának egyaránt. Nélkülözhetetlen eszközei a mindennapjainknak, ugyanakkor megéljük a feszültséget, a frusztrációt, ne adj Isten a kudarcot is általuk, hadd ne soroljam tovább, és ezáltal stresszt okoznak bennünk. Nyilvánvalóan maga az eszköz és az eszköz használata fogja ezt a stressz előidézni, és hát ebben van a megoldás kulcsa is. Ez pedig a visszatérés a szociális környezetünkbe. Vagyis időnként le kell tenni ezeket az eszközöket, több időt kell tölteni a természetben, mozgással, programokat kellene szervezni a család és a barátok társaságában. Ha ezt nem tesszük meg tudatosan, a technológiai eszközök komoly problémákat okozhatnak. Hosszú távon egy állandó feszültségforrást fog jelenteni, annak minden fizikai és pszichés tényezőjével. A kimerülés, a mentális betegségek, pszichés tünetek, nevezetesen alvászavarok jelentkezhetnek, fáradékonyság, koncentrációs zavar, ne adj Isten a burning out vagy kiégés szindróma, és még hosszan sorolhatnánk, egyénfüggő is. A szakember tanácsa az, hogy néha kapcsoljuk ki a telefonokat, ha lehet, munkaidő után ne nézegessük az e-maileket. Csak alkalmanként tegyük le az okos eszközöket, nem örökre kell nélkülözni őket. Egyedülálló kegyeleti szolgáltatás indult útjára a megyéből. A Lapidaris nevet viselő kő és a hozzátartozó internetes emlékoldal célja, hogy teljesebbé tegye az emlékezést, de akár egyfajta adatbázisként is szolgálhat az utókor számára. A kezemben ez egy Lapidaris kő, melyet a sírhelyen és az emlékhelyen kell elhelyezni, és ehhez csatlakozik egy online emlékoldal, az elhunyt román emlékoldal. Így néz ki a világon eddig egyedülállónak számító magyar fejlesztésű Kisvárdáról indult kegyeleti szolgáltatás. A Lapidaris nevet viselő kő a hollóházi porcelángyárban készül, egy elegáns, visszafogott, valódi arannyal keretezett fekete porcelánlapról van szó. Ez belehelyezhető a sírkőbe, az urna fedőlapjára, vagy őrizhető egyfajta virtuális emlékhelyként otthon is. Az ötlet pedig onnan származott, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy szeretnének egy olyan adatbázisést, ami fejünkben is megfogalmazott, ahol az elhunytainkról tudnánk egy nagyobb képet kapni, a régi emlékeket, fotókat, közös történeteket feltölteni, és ezáltal az utókor számára megörökíteni ezeket a tartalmakat, és átadni unokáinknak, gyermekeinknek. A Lapidaris kő és a hozzátartozó webes szolgáltatás leginkább egy közösségi oldalhoz hasonlít. Az elhunytak sírhelyén, emlékhelyén kell elhelyezni egy Lapidaris követ, ami egy 7 cm átmérőjű porcelánkő, és ez tartalmaz egy NFC csipet, ami a kommunikációra szükséges. Mobiltelefonunkat vagy táblagépünket ez a kőhöz tartva megnyílik az elhunytnak az emlékoldala, ahol az elhunytról fotókat lehet feltölteni, az adminisztrátora ennek az oldalnak fotókat tölthet fel, személyes adatokat, elhalálozási születési adatokat, továbbá fel lehet tenni erre az oldalra megemlékezéseket, közös emlékeket, idézeteket, vagy akár egy online gyertyát is lehet gyűjteni megemlékezés jelképeként.
Ez az alapvető szolgáltatás, de számos további szolgáltatásra is rendelkezik a rendszer. Például, hogyha van olyan elhunyt rokonunk, barátunk, akiről tudjuk, hogy melyik temetőben van elhelyezve, de nem tudjuk, hogy pontosan hol van a sírhelye, akkor az emlékoldalon elhelyezett GPS koordinátáknak köszönhetően felkereshetjük ezeket az emlékhelyeket. Egy sírra elegendő egy lapidáriszt követ tenni akkor is, ha többen nyugszanak ott, ugyanis több emlékoldal is csatolható hozzá. Visszaélni lehetetlen vele, csak halotti anyakönyvi kivonat birtokában készítik el az adatlapot. A rendszer lehetőséget biztosít elhunyt távoli rokonok, régi kedves ismerősök felkutatására is. De ismert történelmi személyek, művészek, háborús, hétköznapi hősök emlékének tovább örökítésére is alkalmas. Negyvenegyedik, azon belül 28. NB-s idényére készül a Kölcsey díjese. Hadobás István a héten napközis rendszerben napi 3 edzést vezényel a lányoknak. A hónap végén a hagyományos strand kézilabda tornáját rendezi meg a diákcsapat. A bajnoki rajton szeptember 16-án Hajdúböszörményben lép pályára a Kölcsey. Augusztus elejétől egyéni edzésterv alapján már elkezdték a munkát a Kölcsey játékosai, az elmúlt héten pedig rávezető edzésekkel hangolt a legkeményebb hétre az NB2-es együttes. A hagyományokhoz híven ugyanis napi 3 tréningen igyekszik megszerezni a bajnoki meneteléshez szükséges erőnlétet a diákcsapat. A Kölcseynél szinte minden nyáron vannak távozók, ezúttal azonban a sérülések okozta problémákkal is meg kell küzdenie a csapat örökös edzőjének. Nálunk általában is jellemző, hogy elég nagy a változás, nyilván sokan leérettségiznek, más csapatokhoz kerülnek, tanulmányaik nem engedik meg, hogy tovább nálunk játszanak, edzenek. Most az idén minden korábbinál talán mondhatom nagyobb a változás. Ennek egy része sérülések okozta problémák. Katona Krisztinek hátsó keresztszalag szakadása van, Gyimesi Lolának szintén keresztszalag szakadása van, Lolát már megműtötték, Krisztit most műtik majd, Papandreának gerincsérve van, két gerincsérve, ami bizonytalanná teszi a játékot, remek beállósunk Márkus Gizmónak megműtötték a kezét, ő még csak éppen, hogy gyógytornázik, tehát rá biztosan az ősszel nem számíthatunk, a jövő bizonytalan, mint ahogy Tilki Andinak is, úgyhogy a kezdő csapatunkból, a mezőnyből 5 ember fog hiányozni, tehát 2 maradtak. Szép feladat lesz. Hadobás Istvánnak gyakorlatilag új csapatot kell építenie, de mint a szakember elmondta, a nehézségek ellenére is optimistán várják a szezont. Vannak azért erősségeink, tehát nehogy valaki is temesse a Kölcseit. Nagyon ügyes, tehetséges játékosaink vannak, akik tavaly már bizonyítottak részben a felnőtt csapatban, részben az ifi csapatban. Én magamban is érzek motivációt és erőt a folytatáshoz, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a középmezőny valamelyik helyét fogjuk megcélozni, és nagyon bízom a lányokban, mert nagyon szépen dolgoznak, alig várják már a komoly megpróbáltatást jelentő edzőtábort, úgyhogy fel a fejjel, jó lesz a Kölcsey. A Kölcsey felkészülési meccsé még szervezés alatt állnak. Az viszont biztos, hogy augusztus 16-án rendezik meg a hagyományos strandkézilabda tornát, és az is, hogy szeptember 16-án Hajdúböszörményben már bajnoki pontokért lép pályára Hadobás István együttese. Elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyikse. Az NB2 keleti csoportjában legutóbb második helyen végző csapat szakmai munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja. A játékos keretben lesznek változások, továbbtanulás miatt többen távoztak. Helyükre fiatal kosárlabdázók érkeznek majd a nyíregyházi együtteshez. Negyedik NB2-es szezonjára készül a Sunshine Nyikse. Sorrendben 8., 3., majd 2. helyen zárta az alapszakasz a nyíregyházi csapat. Utóbbi helyezésnek köszönhetően osztályozót játszhatott Kovács Tibor együttese, de az Újpest végül jobbnak bizonyult Szavicséknál. Az elmúlt hét közepén elkezdte a felkészülést az új szezonra a felnőtt együttes. Az egyesület elnöke szerint szeretnék folytatni az építkezést, nem csak a kirakat csapatnál, hanem utánpótlás szinten is. Nagyon szeretnénk most is tovább lépni, de legalábbis megőrizni ezt a jó szereplést. Ez az NB2-es csapatra vonatkozik elsősorban, de a junior csapatunk is most már egyel magasabb osztályban indul a regionális bajnokság keretében, illetve az utánpótlásunkat szeretnénk bővíteni, utánpótlás csapataink számát, illetve hát van egy tervünk, most jelentkeztek nálunk többen leányvonalon is, és kadett és junior leánycsapat tekintetében is úgy néz ki, hogy sikerül majd elindítanunk egy csapatot.
Amatőr csapatról lévén szó, munkahelyi vagy tanulmányi változások minden nyáron befolyásolják a keretösszetételét. Nincs ez másként ezúttal sem. Nagy változások lesznek. Eleve azok a játékosok, akik örömünkre középiskolás végzés után felvételt nyertek egyetemre, azok a mi sajnálatunkra, de örömünkre is tovább tanulnak, és Debrecenben, Budapesten folytatják, illetve külföldön pályafutásukat. Az ő pótlásukat igyekszünk fiatal játékosokkal megoldani, ami igazából egy célunk is a következő időszakban. A mostani értékeinket szeretnénk megtartani, akik a tavalyi évben is húzó emberei voltak a csapatnak, de fokozatosság elve mellett minél több fiatalt szeretnénk beépíteni, és ehhez hozzátartozik az, hogy a megyében lévő kosárlabdásokat is felkarolva, akik valamilyen szint miatt nem jutnak szóhoz akár a Blue Sharksban, akár az ottani közvetlen utánpótlásban, illetve a vezetőség megállapodása szerint, ami tudjuk segíteni az ottani fejlődésüket a mi csapatunkban való játékokkal, mi ennek nagyon szeretnénk teret adni. A lényeg az, hogy Szabolcs-Szatmár melegben úgy működjön a kosárlabda, hogy az fejlődőképes legyen. Kovács Tibor elmondta, hogy reményei szerint szeptember közepére kialakul a végleges keret. Onnantól kezdve helyi utánpótlás csapatok, valamint borsodi és hajdúsági együttesek elleni edzőmeccsekkel igyekeznek a lehető legjobban felkészülni az NB2-es bajnokságra. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentélyavatása óta kiemelt szerepet játszik Szent István emlékezete. Szent István királynapja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, a magyar köztársaság hivatalos állami ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. Az emléknapot szinte mindig megtartották a történelem során, de koronként eltérően értelmezték és ünnepelték. Fennállásának 700 éves évfordulóját ünnepelte pénteken Nyírbogát. A jubileum alkalmából a településen emléktáblát avattak, de ezen a napon tartották az ökumenikus istentisztelet keretében a Szent István napi ünnepséget is, valamint a Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál résztvevői is koncertet adtak. Nyírbogáton a védőnői szolgálat épülete is megújult, az intézményt is pénteken áldották meg és adták át. Nyírpazonyban az új kenyérfesztiválon emlékeztek meg az államalapítóról. Az emléknapon ünnepi műsor, kenyérszentelés, különböző koncertek, valamint tűzijáték és utcabár is várta a helyieket, valamint a környékről érkezőket egyaránt. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 20-án, hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!